Több száz családnak jelenti a megélhetés egyetlen lehetőségét a közmunka vagy a startmunkaprogram. Sárospatakon évek óta arra törekednek, hogy értelmes a közösséget szolgáló munkát tudjanak adni az embereknek. Itt Sárospatakon mindig is igyekezettel figyeltünk arra, hogy valóban értékteremtő munkát végeztessünk a közmunkásokkal. Korábban ugye közmunkaprogramnak hívtuk, most már start A start munkaprogramban a kezdetektől részt veszünk, pályázatot nyújtunk be. 2011-től összességében most már több mint 1 milliárd forintot pályáztunk. Ennek nagy része a munkabérekre ment el. Ez egy nagyon komoly lehetőség az itt élők számára, elsősorban azok számára, akiknek más munka lehetősége nincs. Ennek köszönhető, hogy Borsodabó megyében a tavalyi évben Sárospatakon volt a legkevesebb a regisztrált álláskeresőknek a száma. A napokban az utolsó munkálatok is befejeződnek a buszmegállóknál. Végadón, Kispatakon és a Bodroghanászi városrészen építettek új várókat az utazók közönség szolgálatára. A polgármester arról is beszélt, hogy pályázati bírálat alatt van a következő munkaprogram, amelynek több eleme is van. Néhány a már meglévőkre épülve valósul meg. Így folytatódik a mezőgazdasági program, a belterületi utakjárdák felújítása is, de több új elemet is terveznek. Sárospatak Zemplén idegenforgalmi és turisztikai központja. Nekünk egyetlen lehetőségünk az idegenforgalomban van. Éppen ezért a Start munkaprogram keretén belül újabb információs pontoknak a kialakítása, olyan pavilonoknak az elkészítése, amelyek nagyobb rendezvények alkalmával, akár a Makovec téren, akár pedig a, a Szentnegyedben, a vízikapu környékén elhelyezhetők lesznek, egységesek, modernek. Szintén folytatni kívánjuk még a belterületi árkoknak és a belterületi utaknak a felújítását. Ehhez, ahogy említettem, a gépeink már megvannak. Most ő, újabb ő, munkabérre, újabb startmunkaprogramban való részvételre kívánjuk beadni a pályázatot. A tervek szerint a következő közmunkaprogram keretében a korábban megvásárolt fólia sátrakat fűthetővé alakítják át, így a város szépítéséhez használt virágokat a kommunális szervezet vásárlás helyett saját maga tudja majd előállítani.